Mi magyarok. Irányító sávos futballcipő, Oroszi László. Aki felveszi a cipőit, jobban fog focizni. Ez egy olyan eszköz, amely segíti a játékost tudásának legjavát kihozni. Az 1955-ben született feltaláló kapus volt. Látta, hogy a lövő játékos akkor hibázik, amikor megcsúszik a cipőjén a labda. Posztjából fakadóan akkor őt ez nem zavarta, de később, edzőként már szeretett volna tenni valamit ez ellen. Rájött, hogy minél fényesebbre van boxolva a cipő, és minél jobban csillog a használattól a labda, annál több a pontatlan lövés és passz. 1995-ben elkezdett kísérletezni az sávokkal. Különböző anyagokból más-más vastagságú csíkokat ragasztott a stoplisok orrára és oldalaira, amelyek segítették a labda pontos továbbítását. Oroszi László előbb otthon a műhelyben dolgozott, majd a Martfűi cipőgyárban elkészültek a prototípusok. Ott meglátogatta őt az Adidas fejlesztési igazgatója, aki magával vitt néhány mintapéldányt. A cég a 17 évvel később jogerőre emelkedett bírósági ítélet szerint elbitorolta Oroszi László cipőjét, és 2000-ben piacra dobta, mint saját terméket. Az EB győztes francia csapat aranyatérő gólját a hosszabbításban Trezegé ilyen cipőben lőtte. Innentől a kor nagyjai, így Zidane, Del Piero vagy Beckham játszottak az új csoda cipőben. A megítélt kártérítés az addigi befektetés töredékét fedezte. De orosz László folyamatosan fejleszti találmányát, és bízik abban, hogy hamarosan, tisztázott körülmények között léphet ki a világ elé a legújabb változatokkal. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.